Mennyire volt fárasztó ez a tanév? A korábbiakkal összehasonlítva, ugye azt említsük meg, hogy volt egy jelentős béremelés februárban. Igen, volt január 1-től a jogviszonyváltozásunk, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerültünk. Ez is adminisztrációs terheket mond maga után. Nekem ez a harmadik évem, tehát ez még mindig nagyon fárasztó. Azt mondják, hogy az első 5 éves ciklus után egy kicsit már nagyobb rutinnal dolgozik egy igazgató. Lehet rutinosan vezetni egy ekkora intézményt? Mindig vannak új kihívások. Mindig vannak újak, de azért az ember így az évek során látja, hogy mikor, mire készüljünk elő, hogy az már könnyebben, gördülékenyebben történjen. Érezték-e annak hátrányát, amiről, amikor erről szó volt először, a szakszervezetek igen kritikusan foglaltak állást, hogy egy héten meghosszabbították a tanévet, és gyakorlatilag napok kérdése, és már július lesz. Igazából a téli szünet ezért hosszabb lett egy héttel, és így tolódott ki a tanítás egy héttel. Nem volt nagy hátránya, mert szerencsénk volt májusban, hiszen esős idő volt, és nem forrósodott föl az épület annyira, mint előző években, amikor már május elején is szauna volt a termekben. Azért ebben a melegben nehezebb a gyerekeket motiválni, most az utolsó hetekre gondolok, igen, amikor közel 40 igen, fok volt. Igen, ezekre a napokra terveztük az osztálykirándulásokat, aztán idén megpályáztuk az ökoiskola címet, ezért egy öko napunk is volt, egy témanap, illetve intézményünk névadójának, Blejer Jakabnak a 150. évfordulója volt a születésének, tehát erre is volt egy Blejer napunk, illetve az iskolánk idén 35 éves, ezt is megünnepeltük itt Blejer Jakab születésének az évfordulójával hoz kapcsolódva. Illetve volt egy döknapunk is, ami délután egy családi nappal végződött, ahol a szülők az udvaron nagy kondérokba főzték a paprikás krumplit és a gulyás levest, és ott kimondottan jó volt, hogy jó idő volt. Megpályáztak az ökoiskolai címet, meg is nyerték? Igen, most 3 évre megnyertük, most először pályáztunk, és sikerült is elsőre. Itt mögöttem nem tudom mennyire látszik, itt már a gyerekek keze nyomát láthatják az udvaron. Virágokat ültettünk, meg konyhakertet hoztunk létre. Hát ez most még gyerekcipőben jár, hiszen idén kezdtük, de nagy terveink vannak még a jövőre. Milyen előnyökkel, illetve milyen kötelezettségekkel jár ez az ökoiskolai cím? Sok kötelezettséggel létre kellett hozni egy tímet, különféle feladatai vannak a csapat tagoknak, akkor föl kellett vennünk civil szervezetekkel, Kertbarátok Egyesületével fölvettük a kapcsolatot, oda járnak a gyerekeink osztályszinten, akkor kinéztünk egy szobrot itt nem messze az iskolától, hogy a körülette lévő parkot fogjuk rendben tartani, akkor ahogy említettem, a kertünket szépítenénk, meg még tervezünk még zöld napokat, amikor még több zöld felületet hozunk létre az udvaron. Tehát a környezettudatos nevelés igen, az igen, a igen. Homlokterében áll az igen, igen, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, most már a tantermekben is. Kupakot gyűjtünk, itt megnézhetik a használt sütőolajjal, hogy gyűjtjük. Mobiltelefonok akkumulátorait gyűjtöttük, részt vettünk a Jane Goodall programban, aki ugye a gorillák megmentésére és más egyéb ilyen fenntarthatósági projektekhez adta a nevét. Hányan ballaktak el idén, illetve hányan érkeztek? 79-en ballaktak el, és 90 elsősünk érkezett. 3 osztály ballagott el, és 3 osztályt indítunk, 30 fős osztályokat. Pedagógus hiány, szaktanár hiány volt-e, és ha igen, hogyan oldották meg? Nagyon nagy szerencsénk van, egyedül digitális kultúra tanár hiányunk van, és azt az osztályfőnökök nagy része bevállalta a saját osztályában, illetve továbbképzésre mentek, és akkor annak a segítségével vállaltuk ezeket az órákat. Most továbbra is keresünk. Úgy tudom, hogy van kapcsolatuk, együttműködésük a Blejer Jakab Helmut Múzeum. Igen, is. Igen, igen. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van velük. Nagyon sok kihelyezett óránk van a múzeumban, illetve kézműves foglalkozások, vagy például azt is említhetném, az egyik 8. osztály ott tartotta a búcsúztatóját, kiállításokat rendezünk velük, ők is jönnek. Rajtuk keresztül az esvégei cserediákainknak nagyon
színvonalas műsorokat tudtunk előadni, úgyhogy nagyon jó, igazán gyümölcsöző a kapcsolatunk, azt mondhatom. Milyen nyári programokban gondolkozhatnak a Blejeres gyerekek, illetve a szüleik? A városi nyári napközis tábor, amit mi szervezünk, hetes turnusokban, minden héten egy fix napon egy buszos kirándulást tervezünk, egyszer egy héten elmennénk strandolni ide a városi uszodába, és hát különféle meghívott vendégeink lesznek, kézműves foglalkozások, bohóc, egyebek. Sok jelentkező is van a városi gyerekek közül, oda nem csak Blejeres diákok jönnek. Elég lesz az idő a pedagógusoknak, személy szerint az igazgatónak a feltöltődésre, a pihenésre, a őszi kezdés előtt, illetve az augusztus közepi kezdés előtt? Hát remélem, igen. Megpróbálunk aktívan kikapcsolódni.